és nagyon tanulságos. Kaptak egy meghívót a Budafoki Bornegyed című területi, mondjuk így események a nyitó sajtótájékoztatójára és az első ilyen bortúrára, mert ez mind kiderült, a Budafoki pincékben egy bortúrát jelölt. Na most, ugye amikor mentünk, akkor nagy lelkesedéssel nekiindultam külföldi rokonokkal, aztán kiderült, hogy nyár közepe van, kiderült, hogy este fél nyolckor már egyik pince sem volt nyitva, szombat este fél nyolckor, mikor ugye mentek volna az emberek, egyetlen egy helyen lehetett. Volt olyan, hogy dörögöltünk a kapun, még ott voltak a pincemesterek, de már nem nyitották ki az ajtót, hogy vásároljunk volt, vásároljunk. De egyedül a Lics pincészet volt az, aki látta, hogy próbálnak bejönni emberek és vásárolnának vagy innának, és Judit rögtön odajött és azt mondta, tessék bejönni és akkor fogyasztani. Tehát én ebből azt éreztem, hogy Judit egy igazán egy, nem csak hogy egy borászatnak, egy pincésznek a tulajdonosa, de szereti is, amit csinál. És most akkor tiéd a szó. Köszönöm szépen. Konferens. Hát valóban nagyon szeretem a borászatot is, és Budafokot is, és azt hiszem nem is lehetnék jó helyen, hogy kicsit Budafokot bemutassam. Nagyon kevesen tudják, hogy Budapesten van egy bornegyede, Budafok, és ez nem egy újszerű dolog, gyakorlatilag 300 éve, több mint 100 km hosszú kényszerelete van, és ebből 60 km-t használnak borászkodásra. Ezt mindig nagyon kiemelem, mert ez a világmérőre álló Budapest, és azt hiszem a hozzánk érkező turista csoportok ilyen 25 éve rendszeresen fogadunk, illetve szakmai rendezvényeket tartunk turistáknak. Úgy szokták ezt elemezni, hogy jól titkoljuk, mármint Budapesten, Magyarország jól titkolja ezt az egyedülállalottságot, ami Budafokon van. Tehát gyakorlatilag két éve indult ez a kezdeményezés a Budafoki pincejárat, ugye mondhatni gyerekcipőbe jár, és igen, azért még van hova fejlődni. Gyakorlatilag itt a cél az, hogy megnyissák ezek a pincék, a kapuikat az egyéni látogatók, az egyéni vendégek előtt. Azért tudni kell itt a számodnál, hogy milyen pincékről van szó, tehát általában ismerjük, hogy legközelebb mondjam az egyeki pincéket, azért itt volumenben lényegesen nagyobb pincékről beszélünk. A mi pincék 1700 négyzetméteres, 11000 hektoliter bortárására alkalmas, vagy egy labirintus, és az egyik legkisebb pince Budafokon. Tehát itt hatalmas borászatokról, borászatói, nagyon csúnyán fogalmazó üzemekre kell gondolni, ezek látványos történelmi pincék, ezek a klasszikus boltpincék, ami mindenkinek az emlékébe, vagy a fejébe, képzeletébe van gyakorlatilag. És hát a pincejárat alkalmakból lehet ezeket a pincéket látogatni, mi is nyitva vagyunk, ez minden hónap első szombati napját jelent gyakorlatilag. És mi konkrétan a Lics pincészet, aztán majd beszélek kicsit magunkról is a borászatunkról. Mi is, hát ahogy előttem szó, a Balázs is mondta, hogy ugye a vendégek nagy része külföldi. Hát igen, a turizmus nem csak Magyarországon, minden a világon úgy néz ki, de a helyi vendég azért, hogy hitelesedjen a program, a külföldi meg azért, hogy fenntartsa a helyszínt gyakorlatilag. Úgyhogy mi is nagyon próbálunk a külföldi vendégeket is orientálódni. A mi borászatunkban német, angol és orosz nyelven is szakmai vezetés folyik, ami azt hiszem, hogy nagyszerű dolog, hogy pincelet vezetést tartunk három nyelven és utána a borkóstoló programokkal. És hát akkor egy néhány szót arra, hogy került.